kábel tévétek? Van. Szoktátok nézni? Igen. Mikor van adásnak? Hétfőn, de ezelőtt kedden volt. Bravo, úgyhogy előzve már tudjuk azonosítani. Hogyan tetszik, amit mi csinálunk itt? Jó, jó. Mi az, ami jó bennem? Hát, látni a falut végül is. Mi nyerte meg a tetszésedet? Hát az egész, hogy van a falunak tévéje. És melyik műsor volt az, amelyik úgy különösen tetszett? Hát azt nem tudnám megmondani. Hát például, amit rólatok készítettünk az iskolában, az hogy tetszett? Az is jó volt. Semmi bővebbet nem tudsz, csak ilyen félmondatos válaszokat? Igen. Hogy telik a nyári szüneted, Zoli? Jól, jól. Csak az a baj. Te milyen témákat szeretnél még látni ebbe a falu tévébe, Zoli? Hát jó lenne, ha filmek is lennének benne. Milyen filmek? Hát valami... Mondjuk... Rajzfilm, természetfilm, kalandfilm... Vígjátékok, vagy akciófilm, vagy valami ilyesmi. Hát majd megpróbálunk valamit tenni ennek érdekében, jó? Köszi a riportot! Margit, kenétek van kábel tévétek? Igen, van. És milyen gyakran szoktad nézni? Hát havonta esetleg egyszer, ha ráérek. Milyen műsort láttál már? Hát a május elsőjét, az aki igen ritkán. És hallottál egyébként úgy a tevékenységünkről? Persze, és sportcsarnokban, ami van közben műsor, azokat láttam. És hogyan tetszettek ezek a műsorok? Hát főleg a gyerek műsorok, azok nagyon jók. És mi van benne a jó? Hát ügyesek, a gyerekek mozognak rendesen. És hogyha ki lehetne bővíteni ezt a szolgáltatást, akkor mondjuk hetente hányszor szeretnéd látni? Hát egyszer remélem, lesz rá idő. És heti több adás esetleg, ha menne, az is jó lenne? Hát idősebbeknek biztos, de fiataloknak nem nagyon. Mi az, amit hiányolsz a műsorainkból? Hát humor az jobb lenne, mint valami komolyabb dolog. Jó, köszönöm szépen a riportot. Működik nálatok otthon? Igen. Szoktad nézni? Tetszenek a műsorok? Igen. Milyen műsorokat néztél már eddig meg? Hát... Horgászversenyt láttad például, amit készített? Igen. A te papád nagy horgász, igaz? Tudom, igen. És tetszenek ezek a műsorok? Igen. Mi tetszik bennük? Hát azt nem tudom. Azt nem tudod? Tetszenek a felvételek? Kérdések, beszélgetések. Te mit néznél szívesen a kábel tévén? Hát, azt nem tudom. Rajzfilmet, természetfilmet, valami tudományos, fantasztikus filmet, kalandfilmet. Kaland. Kaland? Rajzfilmek nem érdekelnek? Nem. Hogy telik a nyár? Jól. Jó van. Reméljük, ilyen jól telik majd nekünk is. Szia, Janika! Postás bácsinak hogy tetszik a kábel tévé? Nekem passzul. Meg szoktad nézni az adásainkat? Meg szoktam nézni. Igen. Mi az, ami úgy igen emlékezetes adás volt? Hát nekem legutóbb általában a falu érdekel. A sport, ami múltkor volt, az a gyereknap, az volt, ami legérdekesebb volt. Részemről, hát gondolom sok gyerek, meg sok szülő örült annak a rendezvénynek. Hát ilyen kellene többször is a falunak, hogy a fiatalságok, az idősebbek is kivonuljanak. A pályára, ki szabad levegőre. Tetszenek az adásaink? Jó. Mi az, ami jó benne már? Kérlek szépen, tájékoztatják a falu népét mindenről. Maga ez már elég? Részemről, ha valaki nem olvas újságot, mert sokan nem olvasnak, vagy nem vesznek, vagy drága, de tévé, akinek van ilyen kábel tévé, azt ne tudja nézni, és tudja a faluban mégis mi újság van. Mert én sokszor kérdeznek valamit, kérlek szépen, kábel tévével. Értesítőt adnak, tudomást vesznek mindenről, ami történik a faluba. Tájékoztatják a falu népét, úgyhogy részemről ez jó. Milyen téma érdekelne még a kábel tévén keresztül? Hát kérem szépen, engem jobbára sport érdekel, úgyhogy... Hello, filmek? Filmeket adnak a tévébe is.
Szerintem, ha lenne egy filmek korábban, nem késő este, nem korábban, tehát 8 óra után, ilyen történelmi filmek, kolonfilmek, ezek érdekelnek engem jobbára. De elég lenne az, hogyha magáról a faluról csinálnánk, csak riportokat, eseményeket megörökni? Igaz, hát jó volna a szomszéd a falunkra is valami tájékoztatot adni, mégis hogy élnek a szomszédjaink, miképp vannak. És a adás időpontunk az megfelel? Az megfelel, de csak filmeket mondom, 20 óra után lenne reális. Te mit szólnál ahhoz, ha hetente mondjuk többször lenne adás? Nekem megfelelne. Te mennyit áldoznál rá havonta? Mondjuk ha a havi 100 forinttal megemelkedne ez a karbantartási rész, az... Én belemennék, mert nekem jó, mert én szeretek tévét nézni, úgyhogy... Hát... Kívánjuk, hogy sokáig nézhessél még bennünket akkor ezen a csatornán. Köszönöm szépen! Legilletékesebb embernek a hozzátartozóját sikerült elcsipnünk itt az ABC előtt. Eli néni, mi a véleménye a kábel tévéről? Hát megfelelő, jó. Szokta nézni adásainkat? Szoktam, de csak inkább később és inkább az ismétléseket. Úgy gondolja, korán van a időpontunk? 7 óra? Igen. Korán. Korán hány óra lenne az ideális? Hát inkább, szerintem 8:30-9 óra. Olyan későn kezdenénk? Inkább, mert hát elég sok kerti munka még este fele. És a többi tévével hogyan tudunk versenyezni, mit gondol? Mondjuk, ha van az egyesen vagy a kettesen egy jó film, meg ugyanakkor megy a kábel tévé adása, akkor melyiket nézné meg szívesebben? Melyiket? Hát nyilván, hogy érdekel az, hogy mi történik a faluba, elsősorban azt. Tehát, hogyha egy folyamatos film van, vagy egy folytatásos film, akkor általában viszont azt. Meg van elégedve a műsorokkal? Milyen hiányosságot lát nálunk? Hát erre nem tudok nyilatkozni, mert annyira összefüggésében még nem néztem. És a képújsággal kapcsolatban mi a véleményem? Szoktad nézni az adásainkat? Igen, szoktam nézni. Nagyon örülök neki, hogy beindult ez a 5 évnyi kábel televíziózás. Nagyon jó, amikor az ember a falubeli társait vissza tudja nézni a képernyőn. Még nagyon szegényes az adás, szerintem. De hát kezdeti lépéseknek nem rossz az, amit elkezdtetek. Lehet bővíteni majd most már lassan. Kérjük az ötleteket. Az ötleteket? Tehát ilyen farban mindig vannak események, történnek dolgok. Garambol, tüzese. A kábel tévének sokkal előbb oda kell érni az eseményekhez. Szóval korán odaérni, és akkor mindjárt az egyenes adásban látnánk a farban történt dolgokat. Meg mi helyszínelhetnénk mi? Egyébként még mivel lehetne bővíteni a műsorunkat szerinted? Nem vagyok annyira filmcentrikus ember, de azért szívesen látnák most már újra filmeket az 5 évnyi kábel tévében. Hát ennek egyéb akadályai vannak. A adás időpontunkkal mi a véleményed? Egyet értesz, vagy valamit módosítanál? Az adás időpontja, az ahány embert majd megkérdezek, az mindegyik ember más fog mondani, mert ezt nem lehet egyeztetni emberekkel. Hát ez a hétfői 7 óra szerintem megfelelő. Igaz, hogy ilyen nyári időben talán egy kicsit korai. Hogyha esetleg hetente többször adnánk, és azért valami plusz költségtérítés lenne, szerinted mi lenne az a havi összeg, amit még egy család azt mondja, hogy áldozna rá? Hát a plusz költségtérítés ugye már érzékenyen érinti az emberek többségét, köztük engem is. Hogy mennyit tudnák áldozni rá? Nem tudom, ezt így számszerűleg nem tudnám megmondani. Az attól függ, hogy milyen plusz szolgáltatásokat kapnák érte. Hát ebben igazad van, tehát egy havi 100-150 forinttal, ha megemelkedne jelenleg a karbantartási díja, szerinted sok lenne, kevés? A havi 150 forintot még elfogadnának tartanák, természetesen, ha ezzel bővülne a szolgáltatások értéke.
hogy így mondjam. Még egy utolsót, ha ott kérdezek, mi volt az a műsor, ami igen tetszett neked? Nekem az a műsor tetszett, ahol a fiamat láttam viszont. Ez csak természetes. Azt gondolom, föl is vettétek videóra. Persze, természetesen. Hát köszönjük szépen a beszélgetést. És köszönöm, hogy megkérdezted.